Köszöntöm a Szentendre ma nézőit! Lássuk elsőként mai híradónk tartalmát röviden. Emléknap. A nándorfehérvári csatára emlékeztek a hétvégén. Árbácska. Kevés a pénz az állatmenhely fenntartására. Skanzen. A héten véget érnek a nyári táborok. Ma van a nándorfehérvári diadal emléknapja. A hétvégén erre az évfordulóra emlékeztek egy kerékpáros zarándoklattal a Dunakanyarban. 1456. július 22-én a Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. Az Amiért a harangszó rendezvényének résztvevői kerékpáros zarándoklattal emlékeznek ilyenkor az évfordulóra. 2011-ben az országgyűlés jóvá hagyta, hogy nemzeti emléknappán nyilvánították a napot, és hát Foltán Laci olimpiai bajnok Kenus barátommal 2009 óta szervezzük mi a hunyadiakra emlékezve, Amiért a harangszó Nándorfehérvár 1456 című rendezvényünket. Visegrádról jöttünk le hajókkal, a 11-es úton kerékpárosok, futók jöttek, és végül hát úgy gurult ki a rendezvény, hogy Hősök tere, Dunakanyar Hősök tere, és hát így 92 kilométeres utat sikerült felmérnünk, és köszönet minden támogatónak, különösképpen a Dunakanyar polgármestereinek, akik minden évben nagy segítségünkre vannak azzal, hogy a támogatásukkal plakátokat tudunk kinyomni, szórólapokat tudunk kinyomni, megszervezik a kerékpáros zarándokoknak az érkeztetését, kulturális programokkal is kedveskednek, és hát egy igazi civil összefogás fórumá vált ez az egész rendezvény. A menet a Hősök teréről indult, majd Budakalász érintésével érkeztek a Szentendrei Dunakorzóra. Éppen nagyon fontos ez a nap nekünk magyaroknak, hiszen itt 1456-ban, Nándorfehérvárnál, ebben a csatában azt mutattuk meg, hogy ha van összefogás, kétszer-háromszor, sőt bizonyos kondiák szerint még többszörös török túlerőt II. Mehmed hadseregét tudta a magyar összefogás ott Nándorfehérváron megállítani és megvédeni nem csak Magyarországot az oszmán törökök hatalmától akkor, vagy uralmától, hanem az egész Európát. És ez nagyon fontos, hogy a gyerekek, illetve bennünk magyarokba tudatosuljon. 2011-ben döntött úgy a parlament, hogy július 22-e, ugye akkor már 3-4 hete zajlott Nándorfehérvár ellen a csata, és akkor a győzelmet sikerült, gondolom, hasonló melegbe kivívniuk, ugye Dugovics Titus se felejtsük el, illetve azokat a hősök eddig halálmegvető bátorsággal harcoltak, és július 22-ét 2011-ben úgy döntött a parlament, hogy a Nándorfehérvári hősök emlékének szenteljük, és ezt ünnepeltük ma itt Szentendén nagy örömmel, és hát felemelő érzés városi képviselőként ennyi fiatalt, középkorú töreget, mindenféle korosztály volt itt, akik azért kerékpároznak, hogy Nándorfehérvár hírét vigyék. Ugye Amiért a harang szól, a rendezvénynek, a zarándoklatnak a címe, és hát ugye szól a harang a nándorfehérvári hősökért, és remélem, hogy szól értünk utódokért, akiknek méltóképpen kell őket követnünk, ha nem is meghalnunk a mai világban, de hősiesen helytállunk a magunk módján. A túrára regisztrálni kellett. Idén is sokan csatlakoztak a mára már hagyománnyá vált zarándoklathoz. Sokszor mindig közösen kerékpározunk, és úgy jó, mert közben lehet beszélgetni, és mégis nem használunk föl semmi gépi erőt. A mai túra elég hosszú, ugye több mint 90 kilométer. Neked melyik rész, melyik dunakanyari település tetszik a legjobban? Visegrád. És miért? Hát mert ott temették el a nagypapámat, és hát családunkhoz is kötődik egy kicsit. A kerékpárosok Leányfalu felé haladtak tovább, egészen Visegrádig. Onnan pedig Pilisszent László felé indultak vissza a Hősök terére. Akinek kedve támadt, akár egy-egy szakaszra is csatlakozhatott a túrázókhoz. Anyagi nehézséggel küzd a Szentendrei Árvácska állatmenhely. Tavaly októberben a felajánlott 1%-okból befolyt pénz már elfogyott, így a közüzemi számlákat is alig tudják kifizetni.
Több száz állatot, kutyát, macskát gondoznak jelenleg is az Árvácskában. Az anyagi nehézséggel küzdő Menhelyre várják a felajánlásokat és a segítőkész önkénteseket az állatok gondozásához, illetve a félbemaradt felújításokhoz ügyeskező szakmunkásokat. Sajnos az utóbbi években állandóan előfordul az 1%-os adó támogatásokból, a civil lakosság 1%-os felajánlásából tartjuk fel igazán magunkat. Ezt október hónapban szokták nekünk általában átutalni. Most az utóbbi években ez az összeg meglehetősen összement, és előre várható, borítékolható volt, hogy olyan június-július környékén ez ki fog fogyni. Hát azóta gondjaink vannak, szabályszerűen, bocsánat a rossz szóért, de kéregetünk, a civil lakosságot kérjük, hogy amiben tud támogasson, akár konzervekbe, tápokba, nem feltétlenül pénzzel, és próbáltunk kérni a helyi önkormányzattól is esetleg egy kis rendkívüli segélyt. Lehetőség van rá esetleg, hogy onnan is egy kisebb összeget fogunk tudni kapni, legalább a közüzemi számlák kifizetésére, mert hát ugye arra nagy szükség van. Az Árvácska nagy gondot fordít a felelős állattartás tudatosítására is, ezért már évek óta nyári táborokat szerveznek 12 év feletti gyermekek számára. Az elmúlt két hétben is több fiatal töltötte itt a szabadidejét. 2008 óta folyamatosan és rendszeresen szervezzük a nyári táborokat. Hát idén valahogy a jelentkezés elmaradt az elvártól. Nem tudjuk pontosan felmérni, mi ennek az oka, mert az elmúlt években inkább túljelentkezés volt mindig, mint sem elmaradtak volna a gyerekek. Hát talán nagyon sok a meghirdetett tábor. Talán a szülőknek jobb az, és ezt én is megértem, hogy egész napra tudják a gyerekeket küldeni. Nálunk csak félnapos. És ugye a körülmények, a helyi adottságok sajnos nem tesznek lehetővé olyat, hogy mi egész napra tudjuk a tábor tartani, de talán éppen azért, mert sok tábor van meghirdetve. Általában van egy elméleti oktatás, és van egy gyakorlati foglalkozás. Az elméleti oktatást ugye azért igyekszünk rövidre fogni, mert a gyerekek nem elsősorban ezért jönnek. Egyébként is azok a gyerekek, akik ide jönnek egy ilyen táborba, eleve állatvédő szemléletűek, eleve állatszeretőek, tehát olyan nagyon nagy elméleti oktatásra nincs szükség. Kutyasétáltatás rendszeres, tehát megtanítjuk őket, hogy mik a kutyasétáltatás szabályai, hogy a pórász fontossága, hogy ne engedjék el őket, ugye itt nem tanácsos, ha elszaladnának, mire vigyázzanak a kutyákkal kapcsolatban, és van mindig a hét folyamán két extra programunk. Az egyik az, hogy elmegyünk egy társ menhelyre, azt a gyerekek választják ki, tehát közösen választjuk ki, hogy hová, és még egy napon pedig egy tanyára megyünk lovagolni. Na hát ez a kettő aztán óriási szeretetnek örvend. Idén a Botján Equus lómenhelyen voltunk. Ez egy család nagyon áldozatos munkája által létrehozott menhely. Őrbottyánba található, nagyon-nagyon szép dolgokat, nagyon tanulságos dolgokat láttunk. Bárkinek javasolni tudom, hogy látogassa meg őket. Érdemes. Jövőre mindenképpen lesz. Mindenképpen lesz. Én szeretném az esetleg már most érdeklődők figyelmét felhívni arra, hogy már május végén, júniusó folyamán a honlapunkon mindig megjelenik a hirdetés. Én minden szentendrei általános és középiskolának megküldöm a plakátunkat, a hirdetésünket. Általános iskolákban én magam is kiragasztom őket, tehát most is 4-5 iskolába ki is volt ragasztva, és újságokban is megjelenik a hirdetés. Kérem szépen, hogy nézzék, figyeljék, és jövőre ugyanilyen szeretettel várjuk a gyerekeket az oktatásra. Az Árvácskában lévő kisállatok várják az örökbefogadókat. Hétköznap 9 órától fél egyig van nyitva a menhely. Évek óta szerveznek nyári napközis táborokat a Skanzenben hetet hét tábor címmel. Idén a bárány éve van a múzeumban, így a táborok programjai is ehhez igazodnak. Szinte egész nyáron várják a különböző korosztályú gyermekeket a Skanzen nyári táboraiba. A Bari táborban az óvodáskorúak, a Bojtár táborban a 6 és 12 év közötti gyermekek ismerkedhetnek meg népi kultúránk értékeivel.
Ezt a 7-7 tábort, ezt már több évtizede rendezzük a gyerekeknek. Ez mindig júliusban, hetes turnusokban. A gyerekek reggel 8 óra, 9 óra között jönnek, és délután mennek haza. Mindig egy-egy tematikát adunk a tábornak, ami köré csoportosulnak a foglalkozások. Idén a birka vagy a jú éve van a skanzenben, és ennek a tematikának megfelelően csoportosítottuk a tábor programjait is az idén. Tehát így az állattartással, a jútenyésztéssel, a nemezeléssel és egyebekkel foglalkozunk. Pásztor életmóddal. De a mai napot itt a tanyán kezdtük, megismerkedtünk az állatokkal, aztán pedig olyan tevékenységeket végzünk, hogy a jú nak a kimosott, általunk kimosott gyapját tépik a gyerekek ilyen apró szálakra, hogy aztán fel lehessen a guzsájra tenni és vonalat fonni belőle. És majd lesz olyan foglalkozásunk, amikor pedig ebből a gyapjúból nemezlabdát készítünk. Minden csak motiváció kérdése, tehát sikerül a gyerekeket számára érdekessé tenni ezeket a programokat. A legfontosabb az a gyerekeknek, hogy megtapasztalják ezeket a tevékenységeket. Úgyhogy mielőtt a tanyára lejöttünk, összegyűjtöttük az almát, és akkor így érkeztünk, hogy hoztunk a lovaknak almát. Nagyon szerették a gyerekek természetesen az állatokat. Tehát mindenfajta tevékenységet, ami az állatokhoz kapcsolódik, nagyon szívesen végeznek. Amikor például kukoricát morzsolunk, akkor is azt látják, hogy annak az az értelme, hogy utána azt az állatok megeszik. A kézműves tevékenységeknél pedig megint csak igyekszünk olyan kézműves tevékenységeket folytatni, amikben természetes alapanyagokat használunk föl, olyan tárgyakat készíteni, amik a gyerekek később használni tudnak. Tehát például a tábor első napján elkezdtünk egy pásztortarisznyát készíteni, és abba a kincseiket a hét folyamán abba fogják összegyűjteni. A gyermekek szívesen ismerkednek a hagyományokkal, többen közülük már nem először vesznek részt a skanzen nyári táboraiban. Ez már a harmadik év, hogy idejövök, harmadik vagy negyedik év, és nagyon szeretek itt lenni, mert érdekes dolgokat csinálunk, és ezt a idén nagyon fel tudtam használni ötödikben, mert volt ez a új tantárgy, és itt idejöttünk, és akkor sok mindent így tudtam mesélni a régi időkből. Mi az, amit megtudtál a régi időkből, ami neked újdonság volt? Hát, hogy a vízimalom az hogy működik, mert hogy ide mostanában már nem működik annyira sok vízimalom, meg a szélmalmok azok érdekesek voltak, meg az ilyen lovak, hogy régebben meg lehetett etetni, meg ilyeneket csináltunk. Meg a gyapjúból csináltunk labdát, meg fonalat kellett pödörni belőle. Tetszik, mert még sosem voltam itt még, és ezek akkora újdonság. Már voltam itt a családdal, de így, hogy ide bejöhetünk ilyenekhez, ilyesmik, hogy szemben feküdhetünk, ez nagyon jó. És mi volt, ami tetszett neked itt? Hát ugyan még nem sok telt el a héten a táborból, de mi volt, ami tetszett neked? Hát most elkezdtünk, egy pajtába csinálunk ilyen tarisznyát, és nekem azt tetszett a legjobb, hogy azt csinálj, meg megtanultam gólyalábazni is. Nagyon tetszik, olyan sok foglalkozás van, örülök a barátaimnak, akik tavaly láttam. És hogy jöttél az idén is? Ja, hát tetszik a tábor, és minden évben szeretnék jönni. És ma eddig mi volt, ami nagyon tetszett neked? Mit csináltok ebben az esős időben? Hát minden tetszett. Megnéztük az állatokat, van két kutya, egy fekete és egy fehér. És mit fogtok még ma csinálni, vagy a héten, tudod-e? Hát a héten még befejezünk egy tarisznyát, azt elkezdtük. A skanzen nyári táborai a hétvégén véget érnek, de a szokásos nyitvatartási időben várják a látogatókat a múzeumba egész nyáron. Májusban sorsolták ki a 6. strandkézilabda világbajnokság mérkőzéseinek rendjét. A brazíliai Recife városban rendezett bajnokságot július 22 és 27 között tartják. Magyarország képviseletében az elmúlt évekhez hasonlóan a játékosok zöme a Szentendrei Kézilabda Klub felnőtt női csapatából került ki.
Grósz János, a csapat szövetségi kapitánya elmondta, hogy a felkészülést áprilisban kezdték el, párhuzamosan az új ifjúsági válogatott munkájával. A felkészítő edzések ideje alatt nagyon sok játékosuk kiesett, így májusra nyilvánvalóvá vált, hogy szükségük lesz egy erős utánpótlás bázisra a felnőtt válogatott mögé. A világbajnokságra felállított felnőtt keretbe emiatt rengeteg fiatal bekerült. Az eredmények tekintetében a legjobb hatban a papírforma szerint benne kell lenniük, de a csapat mindenképpen azért küzd, hogy éremmel távozhassanak a versenyről. A magyar válogatott a B csoportban játszik 5 ellenféllel. Az első csoportmeccs magyar idő szerint július 22-én kedd este 21 óra 40 perckor kezdődik. Ekkor Tájföld válogatottjával csapnak össze a lányok. A meccsek eseményeit élőben is nyomon követhetik az interneten. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan kezdődik a Hét embere című magazinműsorunk, melyben dr. Nemes György traumatológus főorvossal láthatnak és hallhatnak egy beszélgetést. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak Facebook oldalunkhoz is. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!